Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Kókai Mónika vagyok. Ma augusztus 9-e van, az emődök ünneplik névnapjukat. 76 éve az Egyesült Államok atombombát dobott Nagaszakira, 3 nappal a hiroshimai támadás után. 53 éve megszületett Gillian Anderson, amerikai színésznő, az X-Acták Scully ügynöke, és 848 éve elkezdődött a pízai torony építése. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei címszavakban. Nagyot ugrott a koronavírus fertőzöttek száma Szerbiában, a 800-hoz közelít a napi esetszám az országban. Nyakunkon az újabb tanév, továbbra is bizonytalan az iskola kezdés módja. Hosszabbított nyitvatartással működik a Királyhalom-Ásotthalom közúti határátkelő hely. Továbbra is erdőtüzek tombolnak Európa délkeleti részén. Görögországban szerb turistákat menekítettek ki. Továbbra is marad a 30 fok feletti hőmérséklet térségünkben, száraz időre van kilátás. Nagyot ugrott a koronavírus fertőzöttek száma Szerbiában, a 800-hoz közelít a napi esetszám az országban. Az elmúlt 24 órában 10.663 személyt teszteltek, ebből lett 752 teszt pozitív. Az adat azért is figyelemre méltó, mert hétvége van mögöttünk, a hét első napján jellemzően alacsonyabb volt eddig az esetszám. A hivatalos adatok szerint elhunyt újabb 4 személy a vírus szövődményeiben. Ezzel pedig 7143-ra emelkedett a halottak száma az országban. Növekszik a kórházban kezeltek száma is országszerte. Átlépte a 700-at azok száma, akik egészségügyi ellátásra szorulnak, míg 15-en súlyos állapotban lélegeztetőgépen vannak. A legtöbb koronavírussal fertőzött beteg azon szerb turisták köréből kerül ki, akik görögországi és horvátországi nyaralásukból térnek haza, nyilatkozta a szerb közmédiának Branislav Tiodorovic. A járványügyi szakember elmondta, ahogy egyre többen utaznak haza, úgy nő majd folyamatosan a fertőzöttek száma. A válságstáb tagja szerint az egészségügyi dolgozók mindegyikének fel kell vennie a vakcinát, legfőképp azoknak, akik kapcsolatba kerülnek a páciensekkel. A gyermekekre azonban nem lehet ráerőltetni a védőoltás felvételét, tette hozzá Tiodorovic. Az epidemiológus emellett arról is beszélt, hogy a nyár folyamán mindenki elengedte magát, ami az óvintézkedések betartását illeti. Donose porodice, koje se vraćaju sa letovanja, ipak je po svemu onome što se može videti u COVID bolnicama, prema podacima epidemiologa koji obrađuju sve to što se pojavi u COVID ambulantama, može se reći da ipak najveći broj dolazi iz žarišta kao što su Grčka, Crna Gora, Hrvatska, odnosno Dalmatinska obala i to nam donosi povećanje broja pozitivnih. Folyamatosan romlik a járványügyi helyzet Szabadkán. Az eddigi 1-2 napi esetszámhoz képest naponta már 4-5 beteget vesznek nyilvántartásba, mondta dr. Bohucki Nebojsa. A járványügyi szakember hozzátette, a közelgő negyedik hullám és az egyre inkább terjedő delta mutáció ellen az egyetlen védekezési mód a koronavírus elleni védőoltás felvétele. Más tüneteket okoz, a Szerbiában is fokozatosan teret nyerő delta vírus törzs a korábbi koronavírus mutációkhoz képest. A tünetek összekeverhetők az allergiáival, ezért rendkívül fontos a megelőzés és az odafigyelés. Bebizonyosodott, hogy azok a személyek, akik már átestek a koronavírus betegségen, néhány hónappal később ismét megbetegedhetnek, ezért nekik is érdemes felvenni a védőoltás mindkét adagját, nyilatkozta dr. Bohucki Nebojsa, járványügyi szakember. Ha beszélünk delta mutációról, itt mindig van fejfájás, orrfájás, esetleg torokfájás, tehát nádfaszerű tünetekről beszélünk, és aztán néhány nap után birlenek a szövődmények, elsősorban a tüdőgyulladás, de nagyon sok más szerv is bír beteg lenni, tehát egész szervezetről beszélünk, tünet együttesről, COVID tünet együttesről, szindromáról, és akkor persze személy bír kerülni kórházba, és persze legsúlyosabb a halál.
Szabadkán egyébként romló tendenciát mutat a járványügyi helyzet, és a beoltott lakosság aránya sem érte még el az 50%-ot. Dr. Bohucki Nebojsa elmondta, a szabadkai polgárok eddig mintegy 43%-a vette csak fel a koronavírus elleni védőoltás valamely adagját. Szabadkáról beszélünk. Per pillanat van 31 covidos személy. Ez a szám relatív alacsony, de az is kell mondani, hogy lassan romlik a járványtani helyzet. Mert eddig regisztráltunk 0, esetleg 1-2 esetet, most már naponta 4-5 betegről tudunk. Tehát ez a negatív trend most van, és úgy tűnik, hogy most már nem fogunk beszélni a kedvező, hanem inkább a kedvezőtlen járványtani helyzetről. A járványügyi szakember hozzátette, a negyedik hullám biztosan be fog következni ősztől. Az viszont, hogy hány új fertőzöttet fognak regisztrálni, és mennyire lesz súlyos a járványhelyzet, mind attól függ, hogy addig hányan veszik fel a védőoltást. A következő időszak ugyanis csak akkor lesz gyors lefolyású, ha minél többen beoltatják magukat, tette hozzá. Bár még javában tombol a nyár, alig néhány hét, és megkezdődik az új tanév. A gyermekeknek a szünetben felborul a bioritmusuk, később kelnek és később mennek aludni. A szakértők szerint a szülők feladata, hogy visszaszoktassák a gyerekeket az iskolai időszakban megszokott időbeosztáshoz. A barna fivérek, Vilmos és Áron most még a nagyszülők szerető gondoskodását élvezik a vakáció alatt, de 3 hét múlva ők is újra iskolapadba ülhetnek. A család legifjabb tagja, Áron, most indul első osztályba, amit már izgatottan vár. Nagyon jó ott kézműveskedni, játszani, barátokat szerezni, meg tanulni. Minden szülő életében a beiskolázás örömteli, de anyagi felelősséggel is járó döntés. Iskolakezdéskor gyermeknek és szülőnek egyaránt több új helyzettel kell megbirkóznia. Nekünk 2 gyermekünk van, és mind a ketten az egyik negyedikes, a másik elsős lesz most. Az elsős gyermekünknek kapunk olyan téren segítséget, hogy iskolatáskát kap, és a Magyar Nemzeti Tanácstól az iskolakezdő csomagot. Az elmúlt időszak a járványügyi helyzet rendkívüli módon rátette a bélyegét az oktatásra, hiszen a társas érintkezés elengedhetetlen a diákok életében, csak úgy, mint a szülők és a pedagógusok között zajló konstruktív kommunikáció és a bizalom megléte. Állítja Drágin Anasztázia pszichológus. Ahogy én beszélgettem már a gyerekekkel, nagyon várják az első osztályt, úgyhogy ők nagyon készülnek, és a szülők is készülnek az első osztályra. Természetesen, hogyha fölkészítik a gyerekeket, beszélgetnek erről az iskola kezdésről, annál kisebb lesz a stresszfaktor. Míg javában adott a lehetőség az Adai Cseh Károly általános iskolába való beiratkozásra, de már most látható, hogy az elmúlt évekhez képest Adán növekvő tendenciát mutat az első osztályba indulók száma. Közel 600 gyermekkel fogjuk megkezdeni az idei iskolaévet. Nagy örömünkre szolgál, hogy az idején növekedik az elsősök létszáma. Összesen 84 kis elsőst várunk egyelőre. Bár még jelenleg sem tisztázottak a szeptemberi iskola kezdés feltételei, az iskola vezetősége, a pedagógusok és a szülők egyaránt bíznak az oktatás újra régi kerékvágásban történő menetében. A nyári idegenforgalmi időszakra való tekintettel hosszabbított nyitvatartással működik a Királyhalom-Ásotthalom közúti határátkelőhely, közölte a magyar rendőrség. Az átkelő mától augusztus 31-ig 7 és 22 óra között fogadja az utasokat. A többi határátkelőhely az eddig megszokott rendben tart nyitva a szerb-magyar határszakaszon, tájékoztatnak az illetékesek. 4 beteg meghalt, és újabb 156 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést. Kórházban 75 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig mintegy 5.649.000 embert oltottak be Magyarországon, közülük több mint 5.491.000-en már a második adag vakcinát is megkapták.
Továbbra is erdőtüzek tombolnak Európa délkeleti részén. Görögországban a legsúlyosabb a helyzet, ívi a szigete, csak nem egy hete lángol. Több száz szerb turistát is evakuálni kellett a tűz miatt a területről. Szerbia egyébként segítséget küldött a tűzvész által sújtott Görögországnak. Nem csak a tengerparti országban pusztítanak erdőtüzek, hanem Észak-Macedóniában, Albániában, Törökországban és Oroszországban is. Eddig 22 ország kapcsolódott be a tűzoltásba a görögországi Évia szigetén. Az erdőtüzek már elérték a lakott területeket, emiatt több ezer ember kényszerült elhagyni otthonát. A kompok folyamatos készenlétben vannak, hogy időben kiürítsék a szigetet. A tűz 5 falut biztosan elért, az anyagi károkat még nem mérték fel, de az ott élők horrorfilmhez hasonlítják a helyzetet. Vasárnap már 200 szerb turistát evakuáltak Pevkiről, ezt Milan Vukosavljevic Szerbia aténi konzulja jelentette be. Arról is beszélt, hogy a természeti katasztrófában eddig nem sérült meg egyetlen szerbiai személy sem. A maradék szerb turistát is biztonságos helyre szállítják a szigetről, mondta Tatjana Matić. A szerb idegenforgalmi miniszter kiemelte, jelenleg még 500-an tartózkodnak a térségben. Szerbia is segít a tűzoltásban Görögországnak, a rendkívüli helyzetekkel foglalkozó szektor 37 munkatársa érkezett meg a dél-kelet-európai országba 14 járművel és 3 helikopterrel. Formirali su posebnu jedinicu koja će otići da pomogne našim grčkim kolegama, ali važnije od toga koja će otići da pomogne svim građanima Grčke. Egyébként a Peloponészoszi félszigeten is kritikus a helyzet, a károk rendkívül súlyosak. Az elmúlt időszakban tomboló erdőtüzek nagy részét a szakértők az éghajlatváltozásnak és a mostani rendkívüli forróságnak tudják be. Befejeződik hamarosan az Újvidék és Belgrád közötti vasútvonal utolsó szakaszainak korszerűsítése, amely jelentős változásokat hoz a szerbiai vasúti közlekedésben, hangzott el a szerb államfő és az orosz nagykövet belgrádi megbeszélésén. Alekszandar Vučić és Alekszandar Bocan Harcsenko találkozóján megállapították, a pandémia okozta nehézségek ellenére megerősödött a két ország közötti kapcsolat. A közeljövőben befejeződnek a két ország közötti energetikai és infrastruktúra fejlesztési beruházások. Fejlesztik a technológiai együttműködést, és a kereskedelmi kapcsolatok is erősödnek majd. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Elkezdődött a Szabadkai Nyári Akadémia, 4 napig tart a továbbképzés pedagógusoknak. Fejlesztenék a magyar csernyei Roham foci csapat székhelyét. Jövőre 100 éves a klub. Elhunyt Sugár András, a magyar közmédia volt munkatársa, televíziós személyiség, 88 esztendős volt, tudatta a család az MTI-vel. Pályáját 1957-ben az MTI-ben kezdte, ahol később moszkvai, majd londoni tudósító is volt. 1971-ben került a Magyar Televízióhoz. A Hét című műsor főmunkatársaként ő volt a köztévé első utazó tudósítója. Attól kezdve 23 éven keresztül több mint 100 országból 12 nyelven tárta nézők elé a nagyvilágot. Sugár Andrást családja kérésére szűk körben búcsúztatták. Elkezdődött a Szabadkai Nyári Akadémia, amelyet az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervez. A szakmai továbbképzés 4 napon át tart 6 szakcsoportban. Az ünnepélyes megnyitót a Szabadkai Városháza dísztermében szervezték meg. Az előadások további helyszínéül az Iván Szárics Műszaki Iskola szolgál. 160 pedagógus vesz részt az idei akadémián. A szakmai továbbképzés 4 napon át tart. Azt tapasztalom, hogy a gyerekeknek nagyon sok új ismeretanyagot tudunk hozni. Persze azért egy pedagógus az a médiákból, szaklapokból próbál mindig a tudásán újítani, de hát más az, amikor itt szakmának a nagyjai jönnek el. A szakmai továbbképzés a kisebbségben élő magyar pedagógusok számára jött létre a színvonalasabb, minőségibb oktatónevelő munka érdekében.
Idén a pedagógia hőseiről szól a képzés, a pedagógia hősei, a pedagógusok, a mindennapok hősei, hiszen a pedagógusok oktatnak, nevelnek, tanítanak, a jövő generációjának utat mutatnak, és mindez a képzés a mai nap, illetve a következő 4 nap erről fog szólni. A pedagógusi egy felelősségteljes munka, amely sokszor hősiességet követel meg, mondta a megnyitón Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Pedagógiai hőseit ünnepelve szülőt, pedagógust, gyermeket, és egy kicsit a közösségünket is ünnepeljük, hiszen magyar oktatást ünnepelünk, és az elmúlt 25 év az bizonyította be, hogy a legnehezebb időszakból elindult egy gondolat, és az kinőtte magát, és most itt vagyunk, Kárpát-medencei nagy akadémiai képzések, továbbképzések folynak. Az idei a 25. alkalom, hogy megszervezték az akadémiát Szabadkán. Manapság már gyakran megfeledkezünk arról, hogy abban az időben hatalmas bátorság szükségeltetett olyan szervezet létrehozásához, amely magában foglalta a magyar jelzőt, és ezt követően pedig elindult a szabadkai nyári akadémiának a szervezése. A járványhelyzet miatt az oktatás területén is nehéz időszak áll mögöttünk, ezért is fontos ez és az ehhez hasonló képzések megszervezése, hangzott el a megnyitón. A Vajdaságban több szakmai továbbképzés is, tehát sokrétű szakmai továbbképzéseket szerveznek a pedagógusoknak, és a mi feladatunk, a tartományi oktatási titkársági az, hogy olyan feltételeket biztosítsunk a szervezőknek, hogy minél több rendezvényt tudjanak megvalósítani. Az akadémia nagyon jó alkalom arra, hogy a pedagógusok megoszthassák tapasztalataikat egymással Kárpát-medencei szinten is. Kiváló alkalom, hogy egy seregszemléjét tartsuk meg a kárpát-medencei magyar pedagógusoknak, és lényeges megérteni, hogy az úgynevezett udolállamokban évente mindenhol a helyi pedagógus szövetségek hasonlóakat tartanak, és újra meg újra egyetlen nyár alkalmából láthatjuk egymást, láthatják egymást a pedagógusok. Az idei akadémián projektoktatás, képzőművészet, pályaorientáció, természettudományi és matematika szakcsoportokban vehetnek részt a magyar pedagógusok. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc menekültjei számára nyújtott menedékről emlékeztek meg az észak-macedóniai Krusevóban. A tegnapi koszorúzást követően felléptek vajdasági magyar népzenészek és néptáncosok is. A krusevói Sulamina diáknyaralóban talált menedékre az 1956-os forradalom 550 magyar menekültje. 60 évvel később itt emléktáblát állítottak. Azóta a krusevói köztársaság 10 napja nemzeti ünnep keretében augusztus 5-e magyar napként van nyilvántartva. Vasárnap a táblánál elhelyezték az emlékezés virágait a macedóniai magyarok teleház szervezetének, a helyi önkormányzatnak és Magyarország szkópjai nagykövetségének képviselői. A Krusevó köztársaság 10 napja egyébként az 1903-as oszmán birodalom elleni felkelésnek állít emléket. Krusevó városa macedon történelemben a szabadság szimbóluma, és számunkra is ezt jelenti ezzel a gesztussal, hogy befogadta a magyarokat. 2016 óta minden évben lehetőségünk van arra, hogy itt a Sulamina gyermektábornál elhelyezett emléktáblánál megemlékezzünk erről a gesztusról, és köszönetünket fejezzük ki. A megemlékezés a macedón-magyar kapcsolatokat is előre mozdította, hangzott el az eseményen. Ennek egyik pontja a középiskolai szintű oktatási együttműködés létrejötte is. Та соработка се очекувам во наредниот период да ја продлабочиме на повеќе области, како што се културни, спортски манифестации и други содржини кои ќе придонесат раст и развој во двете држави, со тоа што би се подобрила локалната економија секако и на Крушево и на Република Унгарија, но и секаде онаму каде што живеат маѓари или унгарци. A többnapos rendezvénysorozat keretében vajdasági népzenészek és néptáncosok is vendégeskedtek. Az emléktábla felavatásakor fellépő Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület most másodízben volt jelen.
külön öröm számunkra az is, hogy határon túli magyaroknak, és szórványban élő magyarokat ezzel is megerősíthetjük a mi jelenlétünkkel, a táncunkkal, a zenénkkel. Barátkozhatunk, erősíthetjük őket nemzeti identitásukban. A csapat három helyszínen lépett fel a hétvégén, és a közönség mindenhol érdeklődve és lelkesedéssel fogadta őket. Továbbra is nagy az érdeklődés az utószezonban történő nyaralások iránt Szabadkán. Azokat a lehetőségeket keresik leginkább az utazni vágyók, amelyek esetében nem szükséges az oltási igazolás felmutatása, mondja a turisztikai szakértő. A tavalyi tilalmak után az emberek alig várták, hogy újra utazhassanak. Az idei legkedveltebb úti célok Montenegró, Horvátország és Albánia. Legalábbis a szabadkaiak körében. Összességében a szakemberek szerint két táborra oszlottak a nyaralni vágyók. Vannak azok, akik kimondottan olyan úti célt választanak, ahova nem kell oltási igazolás. Albániába és Montenegróba inkább a fiatalok mennek, akik nem vették fel a koronavírus elleni vakcinát. A másik csoport pedig, akik be vannak oltva, az ő esetükben Görögország és Törökország a nyerő. Farkas Éva minden évben családjával megy nyaralni, most sem lesz ez másképp. És minden évben szoktam Horvátországba menni a tengerre, azért is, mert nagyon kellemes a tenger, a gyerekeim nagyon szeretnek úszni, és 6 éve oda járunk, Opátia, Abázia és a környéke. Nagyon szeretjük a horvát tengerpartot, és nagyon kellemes. Horvátországba az unokámmal és a fiammal, és már alig várom valójában, mert olyan sokáig be voltunk zárva ez a koronavírus miatt, hogy most már egy kicsikét fel lehet lélegezni, és nagyon várom már. Makarszkára megyünk. Persze vannak olyanok is, akik a mindenhol jó, de a legjobb otthon kijelentés jegyében állnak hozzá a nyaraláshoz. Eszem ágában se nincsen, mert minek ebbe a krízisbe, ebbe a korona problémával. Palics, és csak Palics, ez egy gyönyörű hely, egy mennyország. Összességében az idei nyár nem volt annyira veszteséges, mint tavaly turizmus szempontjából, mondta Tóth Borisz turisztikai szakember. Az idei év különleges, ugyanis a pandémia még tart, de szerencsére látjuk azt, hogy a nyári idényben egy kicsit talán visszaszorult a Covid-járvány, lehet, hogy az oltásoknak köszönhetően is, viszont ez azt eredményezte, hogy az emberek idén végre egy picit szabadabban tudnak utazni. Látjuk, hogy a tendencia továbbra is azokat a helyszíneket illeti, amelyekhez semmilyen oltásigazolás nem szükséges, tehát a turisták java része olyan desztinációkat keres fel, ahová nem kell utazni PCR-teszttel, vagy pedig oltásigazolással. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, az utószezonban való utazás lefoglalása előtt érdemes tájékozódni, ugyanis mind Görögországban, mind pedig Törökországban komoly tűzvész veszélyezteti a nyaraló övezeteket. A Margit-sziget Budapest zöld szíve, az odaérkező turisták kedvence, de nem csak az övéké, a helyieké is, hiszen számos programot és sportolási lehetőséget kínál a természetet kedvelőknek. A Margit-szigeten mindenki talál magának programot, a sportolni vágyók például a közelben lévő uszodában hűsölhetnek, de aki futni és nézelődni is szeretne, annak a futópálya kínál lehetőséget. Sokszor járok futni, most is épp ott voltam, azért vagyok ilyen szerkóban, de máskor is szoktam így barátokkal kijárni, vagy napozni, meg például most néztem a szökőkutat, azt is szeretem. Sétálunk, a romokat körbejárjuk, leülünk, virágot nézünk, fákat bámuljuk, mert olyanok, hogy gyönyörűek, úgyhogy gondolkodunk rajta, hogy mitől ilyen, mitől rücskös, mitől csillan, olyan, amolyan, minket minden érdekel. A zöld park nem csak a sportolási lehetőségektől híres, hanem Szent Margit sírjáról is, a domonkos rendi kolostor romokról, illetve a színes virágokkal teli fénykertről és a víztoronyról. A turisták számára is közkedvelt hely a Margit-sziget, nem csak azért, mert ismert látnivalók találhatók itt, hanem azért is, mert kicsit kikapcsolódhatnak a természetben. A park északi részében Magyarország legnagyobb zenélő szökőkútja található, amely meghatározott időpontokban szólal meg. A
nekem most érkeztem ide először, ezek a zöld területek szerintem nagyon jól meg vannak csinálva, nagyon átgondolt ez az egész. Most a szökőkutat az előbb végig is hallgattuk, volt neki egy ilyen zenés program, érdekes koreográfiával, tényleg én nem tudtam, hogy ilyenek vannak például itt. Egyébként a továbbiakban tervezünk majd tovább menni arra a részre is, úgy hallottuk, hogy arra is vannak ilyen egyéb parkos, fás részek, amik nagyon jól meg vannak csinálva. Nagyon sok a lehetőség, szép a város, a sok étterem, kajádától kezdve. Nagyon jó az, hogy itt van a belvárosban egy ilyen nagy zöld terület, és tulajdonképpen itt a ilyen csöndesebb tevékenység is folytatható. Aki Budapesten jár és szereti a természetet, a nyugodt környezetet, az mindenképp látogasson el a Margit-szigetre. Továbbra is marad a 30 fok feletti hőmérséklet térségünkben, ugyanakkor valamelyest változékonyabb időre van kilátás. A nyár utolsó hónapját összességében meleg napok jellemzik, majd mégis előfordulhatnak átmeneti lehűlések, valamint csapadékosabb időszakok. Változatos időjárásra számíthatunk az elkövetkező napokban. A hét első napjára bár érkezett egy felfrissülést okozó hidegfront, a többi napon marad a száraz és nyárias idő. A hét legmelegebb napja vasárnapra várható 37 fokkal, amikor is újabb csapadék érkezik a délutáni órákban. A hét elején úgynevezett száraz zivatar jött térségünkbe. A napokban azonban erősödik a felmelegedés egészen szerdáig, amikor újabb átmeneti lehűlés várható, majd csütörtökön ismét visszatér a 30 fok feletti idő. A hétvégére ismét felmelegedés várható, a hőmérséklet ismét emelkedik, úgyhogy vasárnapig valószínűsíthető, hogy megint 35 fok feletti értékek lesznek. Ami talán jó hírnek tekinthető, hogy egy hidegfront közelít meg bennünket szombaton, de mire elér bennünket, ez vasárnap várható. Vasárnap délután este akkor talán hevesebb csapadék jelenség is lehet a zivatar formájában. De vajon mit mutatnak a hosszú távú előrejelzések? Gorán Mihajlovics, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet igazgatóhelyettese, a szerb közmédiának elmondta, meleg, nedves időjárás várható az ősz folyamán. Što se tiče jeseni, već sada možemo reći da ima izgleda da bi dakle ta srednja temperatura bila iznad proseka, što će dati karakteristiku tople jeseni, negde procena kolega je oko plus jedan stepen srednja temperatura iznad onih srednjih višegodišnjih vrednosti. A što se tiče padavina, za sada nema naznaka nekih razlika u odnosu dakle prosečne vrednosti, tako da bi to bilo jedno prosečno vlažno i tople jeseni. A szakember hozzátette, az elmúlt időszakban tapasztalt hőhullámok nem okoztak meglepetést a szakembereknek. Azt azonban leszögezhetjük, voltak olyan kimagasló hőmérsékleti értékek területünkön, amelyek rekordot jelentenek. Gorán Mihajlovics szerint az elmúlt 10-20 évben fokozatos, lassú hőmérsékletemelkedés tapasztalható nyaranta. A TSC a Ferencváros ellen lép pályára a Topolyai stadionavatón szeptember 3-án. A hírt Zsemberi János, a TSC elnök erősítette meg a Nemzeti Sportnak. Azért esett a Fradira a választás, mert a két klubnak majdnem 100 éves az együttműködése, nyilatkozta Zsemberi. A pontos időpont egyelőre nem ismert, de az előzetes megbeszélések alapján arra lehet számítani, hogy 17 óra körül kezdődik a mérkőzés. Ugyanígy jelen pillanatban nem lehet tudni, hány néző tekintheti meg a helyszínen a találkozót. Nemzetközi foci találkozó zajlik Topolyán a TSC szervezésében, 6 csapat vesz részt a TSC kupán. A topolyai foci csapat mellett Horvátországból, Ukrajnából, Romániából és Magyarországról is érkeztek együttesek. A TSC kupán az ukrajnai Munkács, a magyarországi Puskás Akadémia, a horvátországi Eszék, a romániai Csíkszereda, a belgrádi Csukaricski és a házigazda TSC lépnek pályára. A 2x20 perces meccsek párhuzamosan folytak a TSC labdarúgó akadémia pályáin. Mind a két meccsen jól éreztem magamat, nagyon pörgős volt a meccs, és azt várom, hogy minél több ilyen meccset játszassak. Ezen a meccsen nagyon jól éreztem magamat, viszont nem ment annyira a játék ma, amennyire szerettem volna.
A TSC U15-ös csapata a torna első napjának első két fordulójában az ukrán Munkács és a magyarországi Puskás Akadémia csapata ellen játszott. Az első meccsen vereséget szenvedtek 1-0-ra, míg a magyar csapattal döntetlent 1-1-et játszottak. Most meglássuk, hogy a többi akadémiához, illetve Európához képest hogy is fejlődünk, mibe kell még fejlődnünk, és ahogy látszik, van is még mibe. Úgyhogy remélem, hogy minél több ilyen tornán veszünk majd részt. Zsemberi János, a TSC elnöke megnyitó beszédében elmondta, a jelenlévő fiatalokban a jövendőbeli A csapat játékosait látja. Ezt a tornát még nem 7 évvel, hanem 8 évvel ezelőtt indítottuk azzal a kezdeményezéssel, hogy legyen egy minőséges regionális torna, és akkor elsősorban a baráti klubokat hívtuk, akikkel van együttműködésünk, Ferencváros is részt rajta, és a Partizánok az idén hiányoznak. A szervezők kiemelték, a foci torna elsősorban a barátkozásról szól. Barátságos mérkőzésen a Csantavér labdarúgó klub csapata tegnap 2-0-ás győzelmet aratott Magyar Csernyén a Rohan felett. Mindkét együttes a községi szintű ligában szerepel, amelyekben a bajnokság augusztus végén, illetve szeptember elején kezdődik. Udvardi Ákosnak a mérkőzés első percében, valamint Kelemen Szabolcsnak a második félidőben lőtt góljával nyertek a vendégek, akik végig irányították a játék menetét. Csak a csernyei kapus kiváló teljesítményének köszönve maradt a 2-0-ás végeredmény. A csantavériak játékán látszott, hogy ez volt már a harmadik felkészülési mérkőzésük. A fiúk rendszeresen edzenek, mint falubeli, hál' Istennek, tényleg rendszeresen kijárnak, és jó gyerekek, szót fogadnak, csináljuk, most második éve vagyunk együtt, a csapat kezd összeállni, reméljük, hogy egyszer majd megbírjuk célozni az első helyet is a közeljövőben. A magyar csernyeiek azt szeretnék, hogy csapatukban legalább 7-8 itteni játékos legyen, ennek érdekében együttműködnek a topolyai TSC-vel. Évek óta próbálkozunk ilyen fiatal hazai játékosokkal. Itt máma is a másik fél időben bementek több játékos, akik a kadett csapatból jönnek föl lassan. Úgy középpályás, bek, kapus itt a végén, látta, volt egy pár védése. Szerintem relatív jó. Fiatal még, nem lehet rá 100%-ba számítani, de lassan-lassan majd csak odaér. Vannak új játékosaink, akik máma jöttek először. A bajnokságban a harmadik, negyedik helyre számítanak, közben egy nagy jubileum megünneplésére is készülnek. Tehát jövőre lesz a klub 100 éves, 1922-ben lett alapítva, és jövőre, tehát 2022-ben lesz a 100. születésnapjai fordulója a klubnak. Erre jelen pillanatban úgy készülünk, hogy szeretnénk az egész épületet, tehát a klubhelyiségeinket, öltözőinket felújítani. Ennek egy részét már megcsináltuk, ugyanis tavaly év folyamán nyertünk 2 millió forintnak megfelelő anyagi támogatást a Betlen Gábor alapkezelő ZRT-nél. Szeretnék a lelátókat is felújítani, és jövőre a jubileumhoz méltó gálamérkőzéseket szervezni. Eddig tartott hírműsorunk. Halljuk, melyek voltak a nap kiemelt hírei, még egyszer röviden. Nagyot ugrott a koronavírus fertőzöttek száma Szerbiában. A 800-hoz közelít a napi esetszám az országban. Nyakunkon az újabb tanév, továbbra is bizonytalan az iskola kezdés módja. Hosszabbított nyitvatartással működik a Királyhalom-Ásotthalom közúti határátkelőhely. Továbbra is erdőtüzek tombolnak Európa délkeleti részén. Görögországban szerb turistákat menekítettek ki. Továbbra is marad a 30 fok feletti hőmérséklet térségünkben, száraz időre van kilátás. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírre és információra kíváncsiak, látogassanak el a pannonrtv.com-ra. Amennyiben tehetik, nézzenek bennünket a továbbiakban is. Szép estét kívánunk, a viszontlátásra!